Ilyen jellegű, ilyen nagyszabású rendezvény még nem volt az országban, ugyanis először kerül sor arra, hogy a város civil szervezetei, az állatvédő és gondozó szervezetek együtt sorakoznak fel. A város önkormányzata lehetőséget biztosít a fehérvári civil szervezeteknek egy tematikus nap keretében, hogy bemutassák tevékenységüket fehérváriaknak. Idén ez a társadalmi szervezetek és a gazdasági élet szereplői közötti összefogást erősíti, és együtt kerül megrendezésre az Állatok Világnapja rendezvényen a Székesfehérvár belvárosában. Önkormányzatunk az Alfavettel és az Alba Plázával együtt rendezi ezt a rendezvényt, és 49 civil szervezet élt lehetőséggel és mutatkozik be a fehérváriaknak. Szombaton több helyszínen zajlanak majd a programok. Az egyik főszervező az Alfavet Állatgyógyászati Kft. Kórházvezető főállatorvosa, Pál Csaba, a család minden tagját, sőt még a házi kedvenceket is megmozgató programot ígér. Szerveztünk már kisebb léptékben ilyet, ott is nagyon jól megvolt az állat az emberrel, de tulajdonképpen ez is a célja, tehát nem kell megijedni, hogy itt különböző kutyamarások vagy kutyaverekedések lesznek. Én úgy gondolom, hogy a kutya lehet, hogy a saját területén esetleg nem úgy viszonyul az emberekhez, mint hogy azt várnánk, de azért itt úgy gondolom olyan kutyák jönnek majd, akik egyébként is utcán sétálnak, vagy sétáltatottak, de egyébként a kutya nem saját környezetébe egész másként viselkedik. Négy ló, két kutya, két macska, két papagáj és néhány egér birtokosaként. Sztár vendégek is lesznek, természetesen olyanok, akik maguk is állatszerető, állattartó emberek, mint például Sasmári Sándor. Felelős állattartóként jónak látom, hogyha ilyen rendezvényeken megjelennek, így lesz ez most szombaton is, amikor is sok-sok vendéget várunk a Alba Pláza előtti részre, és ott elhozom az egyik lovacskámat, akivel együtt egy közös produkcióban veszünk majd részt. Az egész napos programra a fáklyás felvonulás teszi majd fel a koronát, amelynek célja az lesz, hogy felhívják a figyelmet az állatok jogaira és a felelős állattartásra. A menet este 6-kor indul a pláza előtti térről.